has come to our family. You remember our venerable house? Opulent and imperial, gazing proudly from its stoic perch above the moor. I lived all my years in that ancient, rumor-shadowed manor, fattened by decadence and luxury. And yet I began to tire of conventional extravagance. Singular, unsettling tales suggested the mansion itself was a gateway to some fabulous and unnameable power. With relic and ritual, I bent every effort towards the excavation and recovery of those long-buried secrets, exhausting what remained of our family fortune on swarthy workmen and sturdy shovels. At last, in the salt-soaked crags beneath the lowest foundations, we unearthed that damnable portal of antediluvian evil. Our every step unsettled the ancient earth, but we were in a realm of death and madness. In the end, I alone fled laughing and wailing through those blackened arcades of antiquity, until consciousness failed me. You remember our venerable house, opulent and imperial. It is a festering abomination. I beg you, return home, claim your birthright, and deliver our family from the ravenous, clutching shadows of the darkest dungeon. Sziasztok, ez itt újra a játék bemutató rohadt is egyben terv szerint végigjátszás kezdete is. Korábban ígértem az Expeditions Conquistador, de egyszer annyira bugos az a játék, hogy nem lehet vele a gogos verzióval semmit kezdeni. És hát nagyon a mobilra készült, reméltek a folytatása a Viking az már nem ilyen. Így a hasonszűr, még inkább a Darkest 2-hoz hasonló Darkest Dungeon-nel döntöttem, és egy gogos verzió egyéb iránt. Általában Steam-en és Gogon szoktam vásárolni, és ez a magyarítás is, ami természetesen működik, mind a Steam-es, mint a gogos verzióval. Itt láthatátok az előbb az intrót, itt pedig azt láthatjátok, hogy minden küldetés megvan. Van egy Ancestral's Edition a gogos, illetve a Steam-es verzióhoz képest, vagy mind a kettőhöz, na, bocsánat. És illetve a Gogonot külön is meg lehet venni, a Steam-es külön lehet megvenni, de az Ancestor, tehát az ilyen pak az a legjobb, akkor mindegyiket megveszitek egyben. Igen, és így maximum 3000 forintért akár, és a neten meg lehet találni a játékon. Úgyhogy ebben minden DLC benne van. És ahogy látod, itt mindent lefordítottak, itt a legsötétebb kazamatának fordították a játékot, és a DLC-ket is lefordították. Igen. Oha. Akkor azt vegyem ki. A Crimson Court. És ide az a feleség kincse. Akkor ezt kiszedjük egyelőre, mert ez egy ilyen másfajta DLC. Ami azt hiszem, igen, megnő a játék összetettséget, nehézséget tapasztaljátok, és akkor ajánlott. Szóval ki fogja inkább kapcsolni ezt a Crimson Courtot, mert ez az első végigjátszásnál túl nehézni, és egyrészt megnehezíti a játékot, másrészt felgyorsítja a játék sebességét, tehát jobbnak kell lenne, nehezebben fel kell lenne kevesebb idővel megoldani a dolgokat, úgyhogy hagyjuk a többi DLC-hoz, voltunk. Normál, hát valószínűleg a normálon maradunk.
időkorát nincs a győzelem, ez a kampány tovább tart, sokkal nagyobb kiesőjét, mint a ragyogó mód. Úgyhogy maradunk a legsötétebb módon. Ugye ez egy taktikai játék. Most olyan. Igen, ezen tudunk változtatni is, ha jól emlékszem. Bármikor, tehát később be lehet kapcsolni Crimson Court nehezítést is. A jelenti grafikai, hogy látható ilyen kicsit ilyen képregényes stílusban van, de nagyon művész és rohadt jól néz ki. Leading only, I fear, to ever more tenebrous places. There is a sickness in the ancient pitted cobbles of the old road, and on its writhing path you will face viciousness, violence, and perhaps other damnably transcendent terrors. A kicsit ott van a játékban a humor is egyébként, annak mennyire a sötét hangulat. A játék alaptézise is érdekes. A játék a szituációra, a reszketésről, a belső gondokról is szól, tehát gyakorlatilag nem csak az ellenfélel, magatokkal is harcoltok, hogy ki és stresszelj be magát teljesen vagy sem, tehát a stressz ellen harcoltok, az egyik ilyen nagy lételem a játéknak. A másik pedig, ami hírhetté tette, hogy szinte hasonlóan a majdnem a Dark Souls-hoz iszonyat nehéz a játék, csak ellentétben az, hogy szerintem jó a kamerállás és sok mindent, tehát itt nem szopatnak, hanem tényleg csak azért nehéz a játék, mert nehéz. De van egy-két szopatási rész, természetesen ugye olyan szempontból, hogy randomizált szinte minden, tehát bekaphattok szinte bármit, de hogyha mindenre fel vagytok készülve, és nagyon sokféle harcosotok van, akkor ugye bármikor cserégetettek is a harcosokat, akkor megoldható a dolog. Ez ugyanúgy kell, mint a Darkest 2 végénél volt, hogy néha más harcos használtam egyszerűen más küldésekhez, mert olyan sok lehetőség volt, 6 vagy 7, és váltogathattam. Mindegyik teljesen más típusú volt, itt is az a helyzet. Természetesen lehet javítani az értékeiket a harcosoknak, itt kicsit máshogy, mint a Dark Quest 2-ben, de hasonló a helyzet, nem csak skilleket adhatok hozzá, hanem különböző boostokat, legyen az pozitív, az ellenfél rakhat rá persze negatívat is, és vannak természetesen különböző tárgyak, és nagyon sokféle nyersanyag, amit mindenféle dologhoz használhattok fel. Úgyhogy ez egy sokkal taktikusabb játék, mint a Dark Quest 2, és sokkal népszerűbb játék, és sokkal nagyobb volumenű és egyiket hosszabb játék is, és még annál is sokkal nehezebb. Természetesen, de nagyon hasonló stílusú. Itt látjátok a térképet, itt a mozgásról ugye egy másik szobára kattintva tudunk tovább menni. És ha nyomogatjuk a bal gombot, akkor simán előre nem megy az egérrel, de simán tudtok menni a sima kurzorokkal, és akkor lent tudtok tovább menni a szobákon. Igen. És itt láthatjátok oldalt a, itt van az inventory, amiből most csak egy étel van. Ugyan itt is fontos az étel, mint ahogy egyébként az Expeditions sorozatban is. Itt láthatjátok a különböző képességeket, és egyébként nagyon sok képességnek van egy hátulütője is, nem csak pozitív, hanem negatív is, viszont általában ezek erőteljesebb képességek, most jelenleg még nincsenek ilyenek. Itt láthatjátok a különböző ilyen artefaktokat, legyen az páncél vagy fegyver, és annak a különböző értékeit itt is láthatjátok a részletes értékeket, a kritikus esély lehetősége, akkor a pontosság mértéke, a támadás, ami a sebzéssel együtt látható a hárítás esély, és annak főleg mértéke, a védelmi pontszám és a sebesség, ami függ attól, hogy, vagy amitől függ, hogy ki mikor jön, ha jól emlékszem. De itt, amikor nincsen csata, akkor váltogathatok a karakterek között is egyébként. Ha pedig csata van, akkor már nem tudtok, ha jól emlékszem, előjött egy orgyilkos bandita. Harckor ökre osztott, ugye a hősöt körében egy képességben jártunk ott, és akkor azt teszi a karakterünk.
Igen. És nagyon fontos, hogy hátulról csak lövések, lövés egységek, vagy lövészekkel tudunk hátsó karaktereket ütni. Tehát az első ember, a közelharcos csak az első, néha jó esetben azt mondom, a második emberre hathatunk, és másra nem. No, hát elég viccesek egyébként a képesség növekesítő, megint a humor, amiről meséltem nektek. Látható, hogy az alap pontossági sebzés az 75, és valószínűsítetőleg el fogjuk találni, hogy itt is. Viszont a támadási módban 15%-et elves, viszont mérgez, úgyhogy ezt fogjuk használni. Most mérgez, tehát azt jelenti, és le is lett gyengítve, hogy körönte kettő sebzése van rajta. Szerencsére hárítottam, aminek örvendek. Na, ezzel pedig lenne. Most valami olyan kábítóütést fogunk használni. Ezzel, hát elkábul, de jelen esetben annyira megütöttük, hogy meg is halt. Igen, itt a tárgyak. Igen. Ezek sajnos helyet foglalnak, és azt mondom azt, hogy sajnos már nem kevés a hely. Kevés az inventory, de ez is egy nehezítés a játékban, hogy mindent osszatok be. És sokszor csak a kellő mennyiségű nyersanyagot, tárgyat vigyétek magatokkal. Akár el is. Inkább választhatok ki az értékesebbeket, amelyek éppen jobban kellene, és akár ugye fordítva is, tehát úgyhogy az a lényeg, hogy ahogy éppen amire a legnagyobb szükségetek van. A másik játékban a stresszen kívül a ragyogó fényhatás, mondjuk ott mondhatnánk azt, hogy a fény vagy a lámpa megléte vagy nem megléte. A megléte az azért nagyon jó, mert így van plusz még az a kettő is a felderítésünk, az is a hárítási lehetőségünkhez, illetve a szörnyeket meg tudjuk lepni, amelyvel kezdéskor, amikor jön a csata, akkor mi fogunk általában kezdeni, és valószínűleg akár bónuszokkal is, de most erre nem emlékszem pontosan. A fákjához természetesen viszont fák kell, ez is egy külön tárgy, amelyeket vennünk kell, vagy szereznünk kell, és magunkkal kell vinni, és így tudjuk mindig újra tölteni ezt a hosszú csíkot. Hiszen ez folyamatosan fogy, de csak akkor, hogyha meneteltek előre. Tehát alapvetően nem tűnik el. Találtunk most egy ilyen interaktív tárgyat, ebből sokféle van, meg annyi féle, és teljesen random ez is, hogy éppen mivel találkoztok. Hát most ha rákattintunk, akkor is tudunk interakcióba lépni, vagy hogyha a W-t megnyomjuk, mi benézünk a sátorba. Szerencsére értékes dolgokat hagytak. De lehet negatívum is. Citrin, ez is hiszem eladható, igen, ott van 250 per darab, viszont ez csak darab, tehát erre is figyelni kell, hogy van olyan tárgyomból csak egy darab, egy helyet már elfoglal, ebből az egyébként nem nagy inventoriból, úgyhogy erre is figyeljetek, hogy mi az, ami mondjuk több aranyat ér, és azt hagyjátok benne, mert a végén lehet, hogy már ki kell dobni valamit, tehát a nyersanyag menedzsment, nagyon fontos, hogy megint ebben a játékban, nem csak a stressz megléte, amellyel megtámadhatjátok véletlenül saját barátotokat, ez körülbelül úgy, mint a Dark Quest 2-ben, amikor egy varázslatot rányomnak, vagy ilyen csapdán átmentem, és stresszt okozott, és megtámadtam a barátomat. Ott ellen lehetett ennek állni, itt bizonyos szintig itt is ellen lehet, amíg olyan stressz szintet el nem értek, hogy valami nagy negatívum lesz. Egyébként minden karakternek van pozitív és negatív oldala, tehát itt ilyen szempontból is nehéz a játék. Ja, és hogy itt felszedtük ugye ezt a cuccot a sátorból, van, hogy negatív cuccok vannak a sátorban, egy új jelenség, vagy valami negatív hatás, úgyhogy ez is random effektív esetek gyanánt egy nehezítés. Ajajaj, és ő kezdett, sajnos. Tehát látjátok, hogy neki 6-os a sebesség, amikor most nem értem, hogy miért nem én kezdtem a 7-es sebességgel. Lehet, hogy azért, mert ő bandita, lövész bandita, nem tudom, de ezt nem teljesen értettem most. Hátrálő használatok. Kihagy egy lopakodást, ez nem pisztoly lövés, hát most ezt fogjuk. Látjátok, is tudom lőni a hátsót, és jó sokat szivattam neki, úgyhogy ez jó is volt. Ezt szépen leütjük egy kávítóütéssel, így most egy körig nem fog. Hoppá, ellenállt neki. Azért, mert ez nagy állat. Bakker, kritikus ütött. Ez gáz. Ajaj. Lehet, hogy már itt végem lesz. A végén még. Na most ő érzik, csak az a gond, hogy... Hát... Megpróbáljuk új fent a kávítót. Na most is ellenállt, a franca, az igaz. Főleg úgy, hogy mind a kettőt tudja ütni. Látjátok, itt most nő közben a stressz alul, az a fehér. És
és az maximumra ér, akkor van nagy-nagy-nagy problematika. Ja, most sajnos előre kerültem, ezért nem tudom a hátsót ütni, de ez viszont nagyon szép volt. És ezért erősítést is kaptam a kritikus ütésért, úgyhogy mindig van valami jó is olykor. Szerencsére. Na jó van, szerintem... nyomunk egy ilyet. Igen, hullám, igen, és azt is szét kell ütni ahhoz, hogy a hátsót tudjuk ütni, az a durva dolog van. Igen, a vihetéssel feltör a kritikus csapással való szörnyek nem hagynak maguk után hullát. Most viszont hagytak, úgyhogy... Na van egy ilyen mozgás, úgyhogy mi most megcseréljük szépen egymást, viszont sajnos ez elvesz egy kört. Úgyhogy ez egy elég nagy problematika. De mindjárt széthullik a... igen. A hulla. És az azért jó, mert így le tudjuk lőni az erikvást. Nagyon jó, hogy kaptunk egy csomó cuccat, látják, ezt nem tudom, egy... de tudom mégis egymásra rakni. Mégis sokan emlékszem nem rakták egymásra. Na igen, ez pedig azt hiszem valami XP-szerű dolog, hát nem XP konkrétan, de ezt fel tudjuk használni skillek fejlesztésre, vagy új skillek vételre, valami ilyesmi, ha megnézzük, most pontosan nem emlékszem már, mert igen, csak így próbáltam a játékot. Most kezdem vele csak igazán magyar nyelven. Az itt látható, onnantól kezdve van bármikor visszatérni a városba, csak kattintsz a címerre, nem kell a kezdőszobához menet, hogy kijuthassak az amatákból. Hát igen, most azt hiszem lehet, hogy tovább mehetnék, de remélhetőleg itt nem kell, meg ez amúgy is lehet, hogy a vége az egésznek. Na most mi van? Jaj, folytatnám a kalandot. Jó, igen, csak nem azért nem akarom, mert egyrészt alig van életerőm, másrészt nem is tudom, hogy van egyáltalán folytatás, meglátjuk. Na igen, és így kaptunk 1060 kincset, ami azt hiszem a küldetés, illetve hát a pálya végviteléért jár, plusz szereztünk még 50-et. Az itt meg a családi erekék láthatóak. És akkor itt jön most a konkrét akarat és TP. Itt láthatjuk, hogy milyen plusz akaratot szereztünk. Itt lehet negatív is, nem csak pozitív, az attól is függ, hogy hogyan teljesítettek, mennyire sikeresen, mennyire jól, mennyire flawless victory az adott küldetés vagy pályán, de ez is egy random effekt is egyben, tehát lehet, hogy negatívot kaptok ekkor is, viszont ha minél jobban teljesítettek a pályát, akkor annál biztosan, hogy valami pozitívabb dolgot kaptok. De ez mondjuk nem rossz, tehát ha a stressz 50 felett van, akkor kevesebb ételt kell elfogyasztanunk, ha jól érzékelem. Ez viszont már sajnos egy negatív, de nem baj, mert a közelharci Regnault karakterem kapta meg, úgyhogy ez igazából szerintem semmi baj. Viszont mindenki kapott két akarat tapasztalati pontot. Ez hogy, pontosan hogy működik, ezt meg később látjátok. Welcome home, such as it is. This squalid hamlet, these corrupted lands, they are yours now. Na igen, itt fontos, hogy telnek a napok és a hetek, egyébként úgy, mint az Expeditions-ben, amit végül nem mutattam meg, bár játszottam el. Ez is néha fontos, van olyan hős, mint a Heroes, vagy egy hétig nem elérhető például. Vagy hogyha például be van rakva, mondjuk például a bordéba, vagy be van rakva, mit tudom én, csak mondok valamit így, otthonban, hogy pihenhessen, mert olyan betegségei vannak, akkor nem fogjátok magatokkal vinni egy-két küldetés elejéig, hód biztosan. Úgyhogy erre is figyelni kell. Na itt látható, hogy van egy tevékenységnapló és vagy gondok, célok, leírás. Be kell hatolnunk a romokhoz, az első behatolás, aztán ezek a fő célok igazából, amit a fő gondok ad. Ez ilyen fő küldetésszerű dolog, igazság szerint, ha jól emlékszem. Pontosabban nem, azt hiszem ezek ilyen mellék dolgok, ezeket le kell győznünk, és akkor kapunk egy csomó mindent. Igen, és akkor vannak a névsor célok, ezek meg ilyen igazából nehezítések, hogy hatos akarat szinten ezt és ezt és ezt győzzük már le. De igazából ezek ilyen mellék küldetésszerűek, természetesen van egy fő küldetés, eljutni a legsötétebb kazantába és legyőzni a fő gonoszt. De ezek azok, amik így ilyen szempontból fontosak.
Igen, H betűvel helpet kaphatunk. Hát ezt majd kipróbáljuk. Ja, H betűvel, megnyomjuk most is a H betűt, akkor már jönnek is be a segédletek. De itt láthatjátok, hogy egy hős a névsorban a jókon barátkozhatok, akkor részletes karakter alaplapot kaptok, átneveztetek, hogy véglegesen elküldhetjétek őket innen, később akár lecserélhetetek valaki másra. Ha egy épületre kattintatok, akkor kapcsolatba léphetnek vele a hőseid. És van a postaköcsi, ott új hősöket toborozhatok, van a kovács, van a hősök fegyverének és páncélzatának fejlesztése. Látható, ez nagyon fontos egyébként. A hősök harci képességének fejlesztése a cégben történik. Túlélőnél fejlesztettek hőseitek távolozó képességét, ugyanis amikor nagyon leggyengülnénk, vagy stresszesek lennénk, van lehetőség, nagyon hosszú küldetés során, és nem, hogy lehetőség kötelező, gyakorlatilag meg különben nem tudtátok befejezni ezt a küldetést, és meghaltok, táborozni, és azáltal kicsit csökkenteni például a stressz leveleteket, tehát a stressz szinten, és egyéb dolgokat. Ez nagyon fontos. De még én sem tudok 100%-ig mindent, úgyhogy ez egy olyan bemutató most, ami egyáltalán nem egy 50 órás végigjátszás után történt. Kocsma, küld el a hősédet stressz levezetésre, tehát kocsmába, apácsokba is küldhetjük. Szanatórium megjújtja a hősök ellenvonását és korságét, hiszen a félelem miatt különböző korságokat, a stressz miatt korságokat kaphatnak leginkább mentális, de van olyan, aki fizikális kap még abból is. Természetesen a lények, a szörnyek meg rád varázsolhatnak különböző negatív hatásokat, ezeket is lesz innen. Vagy hát egy ütéssel például, mint a vérzést, vagy mérgezést adnak. A nomád szekér pedig ritka tárgyakat lehet vásárolni. Na hát itt látjátok, hogy elérhető vált a ROM, ez az első ilyen hely, ahol majd mehetünk. És az is látható, hogy Dismas és Reinhard már egyet nőtt, most már tanult utonálló, ez gyakorlatilag az itteni ilyen ranger karakter, fogalmazhatunk így, ilyen lövész. És van a keresztes log, ami ilyen paplovak-szerű, tehát ilyen paladin-szerű karakter, de nagyon sokféle, annyiféle kaszt van, hihetetlen, és a DLC-ben van egy új kaszt, egy hölgy, egy új fajta, teljesen új fajta kaszt is, amit nem kötelező, de be lehet vinni a csapatunkba. Itt lent láthatjátok a mellszobrokat, ami városi épületek fejlesztésére való, hiszen ezeket is fejlesztetjük. Vannak a portrék, amelyek szintén erre való. Vannak az okiratok, a címerek, és vannak töredékek, amik nem világi dolgokhoz lehet használni, ezt még meg nem mondom nektek, hogy mi a franc, de a többit a városok fejlesztéséhez kell. Aztán itt van a pénz, ami szintén nagyon fontos a játékban, hiszen a legtöbb dologhoz az kell. Aztán itt van a bizsú tárgy menü, itt tárolhattátok a tárgyaitokat, ez körülbelül olyan, mint a nagy láda a Diablo 2-3-ban, mondjuk úgy, lehet különböző ritkaság, vagy bizsú, vagy karakterosztály szerint mutatni, vagy az összeset. Nem szerem éle a bizsukat. Lehet venni is a hősről. Itt ilyen szószedet van. Aha, ez is gyakorlatilag ilyen segítség, ha úgy nézzük. Ez egy enciklopédia a játékon belül. Hát látszik, hogy ez egy elég bonyolult játék, úgyhogy nem mondanám könnyűnek. Érdemes ezt is végigolvasni. Aztán itt van ugye gyakorlatilag az opciók lehetősége. Nagyon fontos, amikor kiléptek a főni vagy az asztalra, a játék ment. Tehát a játék ilyen automatikusan mentésrendszert használ, de szinte mindig ment. És nem tudom már pontosan, hogy a romokon belül, a szinteken belül is ment-e, vagy sem, de ezt majd is látjuk a végigjátszásban, minden esetre nagyon gyakran ment. És itt ez a szószedet gyakorlatilag. Tehát az a lényeg, hogy nagyon gyakran fogtok majd mindenképp egyébként visszatölteni. Úgyhogy ezek a gyakori mentések jól jönnek, annak ellenére, hogy nem tudtok ti menteni magatok, a játék legalább sokszor meg fogja tenni ezt én magam. Nagyon fontos viszont itt a városban, vagy azt láthatjátok is, több küldetést teljesítenünk kell ahhoz, hogy a következő épületet elérjük. Így volt ez a Dark Quest 2-ben is, ami talán ugyanakkor, vagy egy évvel később, valahogy majdnem azonos időben jött ki, jól tudom. De itt tudunk ritka tárgyakat venni, például plusz nézzel, hogy gyengítés képességesé, viszont mínusz egy sebzés. Látjuk, hogy ezek is pozitív és negatív dolgot is adnak. Nem érnek annyit, hogy megvegyem őket egyelőre. Aztán itt van az ősök emlékeről és tanulmányokat megtekinthetünk. De itt van a romos ház például, meg a régi út. Videókat tekinthetünk meg az előttünk álló helyekről. You remember our venerable house?
opulent and imperial, gazing proudly from its stoic perch above the moon. Nem, ez már volt, akkor lehet, hogy csak az eddigi videókat. Aha, ez csak az eddigi videók, és majd a következő videók is előjönnek, hogyha teljesítettük a küldiket. Na most miért jelzi? Nem értem, mit jelez ide, hogy ez is meg volt. Nem értem, miért jelzi. Most will end up here. Na itt a temető, itt tudjuk ugye visszahozni a barátainkat. Itt pedig az újhősök fájbérlése láthatom. Ez a sok duma, de én nekem nem tetszett a játék. Nekem felesleges duma, menőnek szánt dumák, amikor csak lassítják az egész játékot, meg idegesítik a játékost, aki inkább a taktikus harcra figyelne, meg a városban való menedzsmentre. Na, négy fős csapat, ugyebár. Pest is orvos, na azt kéne tudni, hogy ő mit tud. Ugyanis itt vannak a játékban, hogy jó itt orvosok, meg... vagy szüzek, mint például a Vesztaszűz, vagy nővérkék, nem tudom, hogy hívjuk. Meg vannak pest is orvosok, amelyek olyanok, mint a Witch Doctor, hát Witch Doctor, ugye. Ez a Witch Doctor, mint a Diablo 3-ban. Aki azért nem annyira jó, hogy itt inkább mar, támad, meg debuffol. Na jó, van, ezt én szépen ide behúzom. Most lehet, hogy akkor ezt is be kell húznom, mert nincs más. What better laboratory than the blood-soaked battlefield? Hát, most pont nem erre akartam volna. Követlenül idő azt mondja, hogy ezt fejlesztjük, fejlesztjük, akkor ezt fejlesztjük. Na, itt is a száma 3 lesz, névsor mérete, névsor. És nem értem. Ja, hogy ide 13 embert lehet berakni. Akkor ezt fejlesztjük. Tehát ezekhez kellenek ezek a dolgok, hogy ezt láthatjátok. Tehát is látod, hogy 15%-ig fejlesztettük föl jelenleg. És közben besötétedett. Egyébként, hogyha elmegyünk küldetésre és még visszatérünk, dolgok történnek. Jó, ezt tudom, basszus, nem kell leírni, előbb is volt. És ezeket is láthatjuk, visszatértünk kör. Hol volt a temető? De most nem találom a temető, basszus, de itt volt valahol. Na itt van, elkerülnek a bukott hősök. Na jó van, útra kelljünk, én azt mondom. A mecca of madness and morbidity. Your work begins. Igen, nagyon fontos, hogy én azt hittem, meg sokan azt hitték, hogy ez egy végtelen dolog. Végtelen száma mehetünk mindenhova, de ez nem így van, ha jól tudom, mindegyik szintnek a 7-es a maximum, tehát mindegyik területnek a 7-es szint a maximum. Legyen az a tanya alak, akkor telep az erdő, a romok, vagy elsütétebb kazamata, vagy egy barlang. És most jelenleg nem játszunk a Crimson, nem tudom mivel, most hittem már nézve a nevére, az előbb az a DLC. Ugyanis azt egyrészt nem sok mindent ad a játékhoz, egy boss-t ad hozzá, nehezítést, tehát mazoistáknak tökéletes. De nagyon sok újdonságot nem ad hozzá, mint a másik DLC. Illetve van egy ingyenes muskétás DLC, egy új karaktertípus, illetve van a Shieldbreaker, a páncéltörő kislány. Az megint egy új DLC, egy új karakterre. Ezek azt mondom, hogy új, ahogy érnek valamit, ha jó árérték arányban vannak éppen egyébként. Alapvetően túl van az összes DLC állagban. Viszont a Crimson Court viszont ad egy új területet is, csak cserébe minden sokkal nehezebb lesz, hogy bizonyos szint után, szóval a 34. szintünk után minden sokkal nehezebb lesz, tehát ugyan az többet ad ugye, mint a karakter DLC, és a másik DLC az ugyanúgy még többet, csak olcsóban és nem olyan nehezítéssel. Tehát az egy másik végigjátszás esetén érdemes esetleg a Crimson Courtot, amely egy párhuzamos kampány, igazság szerint. Majd lehet, hogy azt is végignyomom, meglátom, hogy jövünk ki. Na most be kell húzni, hogy kiket viszünk. Hát ugye más nincs, ezért őket visszük. Itt az időnk fölkészültem. Teszel meg az elbukott ősöd őrült világa. Jegyezd fel, hogy hogyan vették át az uralmat a lényeg, de nem utaztul messzire.
beleszól a szobák 90%-át, az a fő cél. Nem kötelező 100%-ig tehát elmenni, de akár érdemes, és ezek az utalmak a végén. A hárítás Windows 2 az egész szar, mert elég sokat hárítottam a tutoriálban is, szóval ez kicsit idegesítő, de úgy látom most máshol nem is mehetek egyelőre, csak ide, a robókban. És akkor megyünk arra. Na várjunk csak, hoppá, az ellátmány, ezt nem állítottam be. Tehát fákját is itt mindig kell vinni. 8 ételt és 4 fákját. Ez igen. Jó, akkor. Ez is pénzbe kerül ez a vicc. Ugye, mert itt előtte veszitek meg. Úgyhogy... Ilyenkor tudni kell gyorsan a pénz. Viszek az irásót is, mert meg kulcsot is, mert lehet, hogy kelleni fog. Kötszer, vérzés, hát viszünk azt is. Na jó van. Valahogy azt hiszem, ezek is az inventoringba megynek. Na jól emlékszem. És gyakorlatilag elkötöttem a pénz felé. Na. Menjünk előre. Ja, a szentetíz is van, ezzel megtisztíthatjuk a gonoszt, visszaresztetjük tisztaságot, hogy ő is használhat meg az ellenállását. No, de most menjünk előre. Kell választani a szobát, tehát miért csak erre lehet menni, először erre megyünk. Ez mi volt? Miért növekedett a félelem faktor? Na, itt ezt megint megnézhetjük, és szerencsére, amikor már fény van, az már egy jó jel. Már egy jó jel, mert akkor pozitív lesz a végkifejlet. Hopsz. Barátaink. Csak akár, hogy nem látom, most én vagyok vak, vagy nem tudom, de nem látom azt, hogy ki mikor jön, az jó lenne, hogyha ezt látnánk. Nagyon nagyunk egy ilyen. Ezt az a vagyok egy kicsit, de ellenáll ennek. Hát úgy gondoltam volna, mert ő mégül is. Gyógyítás, hát azt nem fogunk tolni, ezt tolunk. Remélem megvakul, gyengül. Na, bocsánat, gyengül. Ez is jó. Aha, ez azért jó az a lövés, mert ez kritikus sok esetben. Kábítás 100%-a, úgyhogy te most nem lépsz. Te nem tudja magát erősíteni, hogy mi a franc. Jaj, ezt... magamra tolhatom. Hát akkor toljuk magunkra, de úgy látom rossz helyen áll a... Úgy még a hullát is veri. Szegényt még jobban legyengítettem. Meg jó, hogy megnézzük, mi van benne. Jó, hogy ásó és 4 étel. Nagyon van, így el leszünk raktározva. Menjünk tovább. Tehát azt jelenti, hogy lesz egy akadály és egy harc. Nem baj. Mi tovább megyünk. Na most mi van? Na azért. Ásóval megoldjuk. Lehet emleg ásó nélkül is azt hiszem, csak akkor lehet valószínűleg negatív dolog ilyen. Ja, ezt valahogy meg kéne cserélni. Igen. Basz, ó, oh, basszus. Na, a varázsló, ez gáz lesz. Főleg, hogy neki a legkönnyebben gyorsul föl a pánikja. Ajaj. Jó, ezért. Na milyen? Ja, lehet, hogy harc közben nem lehet. Ajaj. Na mindegy, akkor támadás lesz. Kérem, lássad, lehet, hogy inkább arra kéne valami. Igen. Igen, ezzel nem tudok mit csinálni. Olyan kéne, hogy... Ezzel most scrippelünk, azt hogyan kell.
karakter kihagyása. Okay. Hát tényleg már elég sok mindent tudok csinálni. Hát ez ugyan fertőt meg mérgezést okozhat, de semmi többet. Ez szép volt, de ellenáll neki. Nem lehet a csontikot kávítani? Még miért ne lehetne? Ez szép volt. Így kell ezt. És ilyenkor kritikus ütésnél majd csökken is ugye a félelem, mert logikus is. Egyébként... Hogy nyomjunk egy ilyet? Csapat. Francnak te jössz most, nem tudom miért ő jött. Jó, miért ő jött? Meg el lett kábítva. Mi az, hogy mellé? Jó, igaz, hogy a második sorban volt, ez való, igaz? Ez nagyon durva. Nagyon durva. Még ilyet. Ez változó egyébként, hogy mennyit nyom vissza. Nem tudok lecsinálni semmit, na nem áll. Azt megint egy ilyet. Megint el vagy kávítva. Én nem lesz még egy darabig. Közben erősíti magát. Ennyit oda nem tud csinálni. Most szerintem... Most hol vagyunk? Na? Elmegyünk erre tovább. Itt most valamiért nem látni, hogy van-e valami. Kéne már lassan. Na, szerencsénk van egyre, nagyon tompa zöld rothadó hús. És lehet, hogy kéne pihenni. Ja, meg fákázni. Ó, basszus. Fákját ezt így elfelejtettem, ez gáz. Lehet, hogy ezért is kezdenek ők. Azt a tánc. Ez nem jó, ami most történik. Nem látni semmit konkrétan. Miért nem használni egy fákát? Ha csak közben nem lehet elhasználni. Ez gáz. Jó, szegény vérzik. Sajnálom a szegény. Ez nem sokat szivat, viszont körönte fertőzi. Ó, oh, bakker! Ez ennyi szóval fájt. Úgyhogy fog őrülni a barátunk. Azt a rohadt, hogy vérzek is. Rohadt jó. Na igen, de sajnos nincsen. De jó, de van kötszer. Akkor felhasználjuk. És... Nyomunk egy ilyet, hogy te már többet ne légy. Úgy, úgy. Oké. Te kapsz egy ilyet, hogy vérez. De ellenáll neki. Sajnálatos hallom. Vakító, vakulj, és hárította azt, és megint őjön. Ez gáz. Ójjaj, azt is meg fog bolondulni. Még egyet rácsapnak, nem már most, most paranoiás lesz. Ez gáz. Hát jel, csak valahogy ezt meg kéne oldani, de csökkentsük. Most miért mindig ölje? Ezt nem értem. Végig jönnöm kéne. Hát ilyenkor általában nem tud lépni még ilyenek, úgyhogy megbáz. Hát nem is baj, ha hátra megy oda. Krit, egyes krit. Ez igen. Vagy is elpusztult. A trifling victory. But a victory nonetheless.
Nézzük meg nyelvben. Na mi az, hogy csapda a ládában, basszus, hát. Na már. Jaj, ezt kell csinálni, basszus, hát. Jó tudni. Na, viszont kéne pihenni, azt most miért nem enged? Valaki mondja meg nekem, miért nem enged pihenni? Kéne pihenni konkrétan. Ó, belement egy csapdába. Szuper. Én nem tudok pihenni, ezt valaki mondja meg nekem. Ha? Unwitnessed by his own eyes. Azt mondtam, én nem tudok pihenni. Szuper. Na most én leptem meg őket, ha. Viászal most nem fog jönni. Ezt nem nagyon szeretik, hogy ezt használjuk. De sajnos ellenállt, de legyengült. És valami. Na ugyan. Azt hittem már nem tudom használni. Ezt kéne még. Próbáljuk azt is vakítani, hát nem sikerült. Ó, bakker. Ez nekik még probléma. Ez viszont szinte nem sebes sose, de általában mindig sikerrel jár. De miért megint ő jön? És nekem kellett volna jönni, ez ugye meghal. Értem én ezt. Most miért nem tudok jönni? Értetlen számomra. Állította. Nem tudunk egy... inkább egy ilyet tudunk. Ó, szép. Maxos volt. Egyik se jó, de akkor már. Ja, akkor nyomunk egy ilyet. Rá, ennek is. Most megint őjön. Egyszerűen ezt nem értem. Nem értő. Basszus, hogy milyen lövés volt. Egy ilyet inkább. Ó, krittes gyógyítás, köszönöm. Na, jó, folyunk. Ó, yeah. Pénz. És látszik, hogy csak 1750 a max. Ez igaz. És vissza kell mennünk? Azt nem értem, miért nem tudunk csodákat társadalmítással. Ja, hát igen. Ja, sikerült, nem tudom, mitől függ, hogy sikerül, és mitől függ, hogy... Van. Na, meg lesz itt a 100% is akár. Na, egyelőre. Szerencsénk van. Most ilyen szentelt víz. Neatly ordered. Lovingly admired. Úgy, jól fogunk jönni.
Az ott elfogyott. Szóval meg nem igényeztek. Hát együnk. Jó. Na most nézem, hogy lehet így is növelni az életerőt. Ez szuper. És egy csomót szereztem, úgyhogy... De ennyi volt. Folytatjuk még a kalandot, bármi is legyen itt. De hát van még egy szabó. De már elmegyünk. De mindjárt sötét lesz az is, de... Szóval se baj. És már végig nyomjuk. Ó, oh, basszus, ennyien vannak. Azt a franc. Ez ilyen, de majdnem meg is pusztult. Mind a kettő. Igen, és fantaszkál utottam, amelyiket kell. Jó, most jönni fog. Megoldjuk ennek ellenére is dolgokat. Ó, bakker. Jó, de most miért üljön mindig? Ezt nem értem. Igaz, hogy most elfogyott a fákja. Ezt megtanultam tehát, hogy minél több fákjál, minél több fákjál. Ezt megtanultam. Jó, amit visszahoztam, azt mindjárt le is vette, basszus. Na jó, valami olyat kéne használni. Húzló. Állásom út. Na, maradunk el még. Nincs érzés. Ez gáz. Az gáz. Olyan gáz. Hopsz! Szépen eltűnt. Jó, a szerencsé össze-vissza lő. Ezért... Egy kicsit jóítom mindenkim. Oh, basszus! Elpusztuljál. Na, ugye megpusztul. Úgy. Elkávítottuk. Asszus. Font azt, akinek már úgyis baja van. Megpusztul. Krit. Erre már az se halt. Igen. Jó, azt is. Azon mindig ott van az. Ez itt a problém. Áh, tud megkopalni. Még ez elég gyenge. Bár nem gyenge igazság szerint. Ja. Szívroham, de az mindjárt megpusztul. Meg tudom gyógyítani, ha jövök végre. De hogy a szarba hányítja? Hihetetlen. Most mi nem jövök ezzel? De már az is megbolondulsz. Ó, de jó. Kerül, csak megint jöjjön, mi? Nem. Nem jöjjön, és így megpusztul. Oh yeah. Igen, ez volt a lényeg. Oh, de jó, csalda. Leállnáltam neki. Most már szeretnék visszamenni, és itt tudok visszamenni. A csapat, messzi térkép közepén. Szeretnék visszavenni. Itt van küldetés teljesítve. Most mi van? Na, azért. Mi
is így gondoltam. Majd mindent összeszedtem, hogy ez hihetetlen. Igen. Na. Kaptak is akaratot. Jó. Na, szerencsátok, azért nem olyan akarok még. Ez mondjuk nem rossz, vagy nem jó. De a halálos az nem rossz, plusz kettő krit. Szanatóriumba küldjük mindjárt. Ezek most eléggé paranoiásak, ez sértegetők, úgyhogy... Nagyon meg tudjuk nézni a bukott hőseket, szerencsére senki nincs itt. Itt a kocsmar, a stresszt tudunk oldani. Fresh kegs, cards and curtained rooms promise solace to the weary and broken alike. Ó, itt az a gond kísérletezni kell, azt nem szeretjük. Sérteket, az paranoia, esetleg meg a szanatórium kéne. Ez a durva, hogy ezt nem tudjuk megcsinálni, úgyhogy elég igaz. De akkor ezt... Elhozzuk ide, hát, ha az betetszik neki. Ugye vissza a bálmat el. The cobwebs have been dusted, the pews set straight. The abbey calls to the faithful. Oh, ide kellett volna berakni a shrine, nincs. Na itt a pajzstörön. Használjuk ezt. Shifting, swaying. Így akkor ezt a kettőt mondjuk így előre használni. Ennek is kéne csökkenteni a stresszét, de meg ennek is. Csökkentsük a stresszét. Olyan. Engedd el oda berakni azt is. Ne azt. Ezt. Csak a helyet tudunk rakni egy másikat. A mighty sword arm anchored by holy purpose. A zealous warrior. In time, you will know the tragic extent of my failings. Gyakorol is 10 hárítás. Na, ez a drót jó. Csak akkor nem tudok venni semmit, hogyha azt megveszem. Ugye ezekben nincs negatív hatás, csak pozitív. Na hát ez volt az első oldat és az első pálya. Remélem tetszett nektek, ahogy látjátok, ma 13 hely van, hiszen ezt korábban felfejlesztettük. Innen fogjuk folytatni majd a következő videóban. Itt látod, hogy tárgymen is, gyakori talizmán. Ezt nem is tudom, valahol berakhatnánk képességgel. Ide konkrétan, de most miért tudom berakni? Ja, hogy el lehet adni? Hát akkor adjuk el, mert ez annyira nem egy nagy dolog. Tehát ugye ezt már láthattuk. Igen. De ezért akartam megkeresni a... A múltkor fejlesztettünk, meg erősítettünk, csak most nem találom, basszus. Hogy ez hol van. Na mindegy. Mindig erősítünk úgyis. Megkezdem a videóig úgy, hogy tőletek. Mert tetszett a bemutató, és a játéknak adok nem kevesebb, mint 88%-ot, nem egy tökéletes játék, mert például azok a kiírások idegesítenek, az alapszisztéma nagyon egyszerű, és a szótámasztóan kicsit unalmas is lehet, és az is idegesítő lehet a kezdőknek, de nem csak a haladó szintű ilyen típusú játékosos játékosoknak, hogy sajnos az a játék ez szivatóikor, de nem annyira, mint a Dark Souls, az a véleményem, és most már teljes nagyobítással mindenki mindent megérthet. Remélem tetszett a videó, búcsúzom tőletek, sziasztok!